Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm kedves közönségünket ma este is. Én László Flóra vagyok, a CEU munkatársa, és elérkeztünk a Határtalan Tudás sorozatunk következő epizódjához. Amikor a ma esti előadásra, beszélgetésre készültem, akkor nem tudtam elhesegetni a fejemből azt az emléket, ami hétfőn történt, amikor megérkeztem a CEU elé Bécsbe, és egy ukrán kollégám ott állt az épület előtt, nagyon idegesen a telefonját szorongatva a kezébe föl alá járkált, és amikor kérdeztem tőle, hogy mi újság, én, ez korán reggel volt, még nem olvastam híreket, akkor mondta, hogy a háború óta legsúlyosabb napja történt a háborúnak, mert hogy éjszaka és aznap hajnalban az orosz seregek különböző célpontokat támadtak meg Ukrajnába, és aminek ennek a támadásnak sok civilis áldozatául esett. Ezt azért osztottam meg önökkel, mert azt feltételezem, hogy mindannyiunknak mostanra, tehát 2022. februárja óta valószínűleg van valamilyen hasonló élménye, vagy valakivel, akit közvetlenül ismer, vagy akit átvitten ismer, és ismerőse van Ukrajnában, és hasonló élményeket élt meg. De hol is tart az orosz-ukrán háború ma? És hogyan alakul a világ gazdasága és geopolitikai helyzete, hogyan rendeződött át a világ, és mi várható, hogyan fog még átrendeződni a jövőben, a közeljövőben. Erről hallhatunk ma este előadásokat Rácz András védelempolitikai szakértőtől, aki a Német Külpolitikai Társaság munkatársa, Györfi Dóra politológus közgazdásztól, Dóra a Budapesti Corvinus Egyetem professzora, illetve Meszerics Tamás történész politológustól, aki a CEU professzora. Úgyhogy először Rácz Andrást kérném, hogy fáradjon a színpadra. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen a meghívást. Megpróbálom elindítani a stoppert, hogy ne csúszak ki az időből. Bár ugye próbáltam alkudozni, hogy hát ha ezt a 10-12 percet fel lehet tolni 15-re, de hát nem hagyták. Úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek. Amiről én szeretnék beszélni a hátralévő mintegy 11,5 percemben, az körülbelül az, hogy Oroszország most ennek a háborúnak a tükrében az orosz nagyhatalmiság az milyen irányba megy. Tehát, hogy hogyan hat ez a háború Oroszország nagyhatalmi státuszára, ha egyáltalán van Oroszországnak ilyenje, hogy nagyhatalmi státusz. Ugye itt nyilván bevezetőként el kell mondani, hogy minden, amit itt mondok, az az én saját személyes véleményem, tehát nem tekinthető sem a Német Külpolitikai Társaság, sem semmilyen ország, vagy kormányzat, vagy szervezet hivatalos álláspontjának. Ez egy ilyen kötelező diszklémere, sajnos muszáj. Na most amiről szeretnénk beszélni, rövid bevezetésként megnézni, hogy tulajdonképpen nagy hatalom-e Oroszország. Aztán miután rájöttünk, hogy nagy hatalom-e vagy nem, megnézzük, hogy az ukrajnai háború erre hogyan hat, és a végén megpróbálunk levonni néhány következtetést. Na most nyilván ugye a hátralevő alig több, mint 10,5 percem, az nagyon kevés dologra alkalmas. Tehát ahelyett, hogy nagy általános megfejtéseket próbálnék mondani, megpróbálok egy konkrét kérdésre fókuszálni a nagyhatalmiság tekintetében, ez pedig Oroszország hagyományos hatalmi képesség, hagyományos katonai képességei, ha már egyszer ugye úgyis háború van. Úgyhogy nézzük meg, hogy nagy hatalom-e Oroszország. Ugye a Szovjetunióhoz érdemes viszonyítani, ugye a Szovjetunió teljesen egyértelműen globális nagyhatalom volt minden tekintetben. Megvolt ugye a nukleáris ütőereje, hadászati és harcászati atomfegyverek egyaránt, az ENSZ biztonsági tanácsának vétójoggal rendelkező állandó tagja volt, és emellett ugye népesség szempontjából is, és terület szempontjából is egy óriási állam volt, hát csak a Szovjetunió népessége az majdnem 300 millió fő volt, és akkor ehhez jött még a szövetségi rendszer. Mindehhez ráadásul a Szovjetunió nem egyedül állt a világpolitika színpadán, hanem volt egy több rétegű kiterjedt szövetségi rendszer, ugye a Varsói szerződés volt a legbelső kör, és akkor különféle szovjet párti berendezkedési országok szerte a világban a Szovjetunió szoros vagy kevésbé szoros katonai szövetségesei voltak. Mindehhez tartozott egy irtózatos méretű hagyományos hadsereg. Tehát úgy képzeljük el, hogy a Szovjetunió felbomlásakor a szovjet hadsereg aktív állománya 3,6 millió fő volt. És ehhez tartozott még több mint 4 millió bármikor mozgósítható tartalékos. Tehát gyakorlatilag a korabeli Magyarország állományát tartotta a Szovjetunió, vagy lakosságát tartotta a Szovjetunió fegyverben tartalékosokkal együtt, irtózatos méretű haderő volt. És ugye ehhez az irtózatos haderőhöz tartozott egy kiterjedt globális katonai bázis hálózat, meg ugye voltak világszerte szövetségesei, tehát a Szovjetunió rendelkezett globális erőkivetítési képességgel,
képes volt katonai erőt alkalmazni a világ szinte bármely pontján, ahol ugye Nyugat ezt nem tette meg. És ugye olyan volt, amilyen, de a Szovjetuniónak volt egy egységes ideológiája is, amelyben 10 milliók, ha nem 100 milliók hittek világszerte. Na most ehhez képest a mai Oroszország, mi maradt a mai Oroszországnak ebből a nagy hatalmiságból idén januárra, tehát a háború kezdete előtt? Ugye a nukleáris ütőerő az nyilván megvan, megvan az ENSZ biztonsági tanács állandó tagsága is, de aztán ugye elkezd csökkenni a lista, elkezd rövidülni a lista. Ugye az egykori 300 millió szovjet népességben maradt mintegy 144 millió orosz állampolgár egészen tragikus demográfiai mutatókkal, tehát itt a hagyományos nagyhatalmiságnak ez a népességi komponense, ez egyre kevésbé van már jelen. A kiterjedt szövetségi rendszeréből nem maradt gyakorlatilag semmi. Tehát egyetlen szoros katonai szövetségese van, Belarus, és ez sem egy önkéntes szövetség, mondjuk a Varsói szerződésen volt az nyilván, de Belarus most arra teljes mértékben alá van rendelve Moszkvának, és a Belarus szövetségesen kívül, aki egyetlen szoros katonai szövetséges, csak eseti jellegű szövetségesei vannak, gondolhatunk itt Szíriára, Észak-Koreára, Venezuelára és Iránra és egyéb prosperáló helyekre, tehát látszik, hogy ez azért nem az egykori szovjet szövetségi rendszer már. A hagyományos hadsereg az továbbra is jelentős, ugye januári állapot szerint kicsit több, mint 1 millió főből állt a hagyományos hadsereg, legalábbis papíron, majd látni fogjuk, ez valójában mennyi, viszont az erőkivetítési képességből alig maradt valami. Ugye az egykori szovjet flotta a karbantartás hiánya miatt teljes egészében leépült, mostanra Oroszország globális erőkivetítési képessége hagyományos katonai erő tekintetében alig több, mint néhány olyan könnyű gyalogos, meg különleges műveleti egység, amit a világ különféle pontjain be lehet vetni, a Wagner csoport például egy ilyen. Az ideológia az nyilván eltűnt, és ehhez képest egyetlen új hatalmi elemként megmaradt Oroszország, vagy megjelent Oroszország szerepe a globális olajpiacon, ugye a világ egyik legnagyobb olajexportőre, attól függ, hogy nyers olajban vagy olajtermékben kombinálva számítjuk, tehát ez egy globális hatalmi képesség. Na most, amiről szeretnék itt beszélni a rövid bevezetés után, nekem az a tételem, hogy ezekből a nagyhatalmi képességekből a hagyományos katonai erőt ez a háború, ez az ukrajnai háború, ez tartósan, stratégiai szinten erodálja. És most megpróbálom ezt bebizonyítani a hátterében mintegy 10 percemben. Tehát ebből, ezekből a nagyhatalmisági aspektusaiból, erre jó a stopper óra, a nagyhatalmiság aspektusaiból, tehát ezzel a szép sárgával jelölt területre fogok fókuszálni, mi a helyzet tehát a hagyományos hadsereggel. És ugye honnan tudjuk, hogy mi a helyzet a hagyományos hadsereggel, honnan tudunk bármit mondani az ukrajnai háború hatásairól? Hát módszertanilag viszonylag egyszerű, megnézzük, hogy mi az, amit tudtunk a háború előtti állapotáról a hadseregnek, és megnézzük az ismert veszteségeket, ebből aztán le lehet vonni bizonyos következtetéseket. Ugye a háború előtti állapot az viszonylag jól feltérképezhető nyílt forrásból, orosz forrásokból, nyugati forrásokból is egyaránt. Lényegében darabra pontosan lehet ismerni az orosz haderő például fegyverzetét, a hardvert, ha úgy tetszik. Ugyanez igaz a hadászati nukleáris fegyverekre. Tehát az orosz hadsereg általános állapotáról meglepően sok mindent lehetett tudni a háború előtt. Pont ezért is volt egyébként annyira aggasztó azok a jelek, amiket december-január folyamán láttunk mozgósításként, mert láttuk, hogy ez a hadsereg a meglévő erőinek egy igen jelentős hányadát vonultatta fel Ukrajna határára. A módszertani probléma inkább a másik oldalon van, hogy hogyan térképezzük föl a háború hatásait erre a haderőre. Hiszen ugye egy aktív háborúban résztvevő haderő, az nyilván nem fog transzparensen kommunikálni a saját állapotáról, a saját veszteségeiről, úgyhogy valami más megoldást kell erre találni. És ezért hoztam a határtalan tudás jeligéhez kapcsolódva, úgy tetszik, egy módszertani érdekességet, hogyan lehet nyílt forrásokból, döntően közösségi média elemzés alapján egészen sok mindent mondani az orosz haderőről. Ugyanis az a helyzet, hogy ez a háború szinte teljes egészében a közösségi média képernyői vagy okostelefonjai előtt zajlik, elképesztő mennyiségű vizuális tartalom keletkezik. Mindkét oldalon egyébként. Ukrán oldalon egy kicsit több, mert az orosz katonáknak nem engedik, hogy TikTok videókat csináljanak az ukránoknak, igen, de ezzel együtt hihetetlen mennyiségű vizuális tartalom keletkezik, és ennek a vizuális tartalomnak az elemzésével nagyon sokan foglalkoznak. Van egy holland kutatócsoport, az Oryx, akik azzal foglalkoznak, hogy összegyűjtik a haditechnikai vesztességek vizuális bizonyítékait, mindjárt mutatok erre példát. Ugyanezt pedig a személyi vesztességek vonatkozásában több orosz, illetve nemzetközi civil társadalmi csoport is csinálja. Mindezen nyers adatokat természetesen nagyon nehéz lenne önmagukban értelmezni, de hát lehet támaszkodni különféle nem állami adatelemző csoportok munkájára is. És ugye itt csak arról beszélünk, ez fontos egy módszertani dolog, hogy itt azokról a veszteségekről fogunk beszélni, amire vizuális megerősítés van. Tehát amit képen látunk, hogy ez megvan. Adja magát a kérdés, mi az, hogy vizuális megerősítés ez. Tehát a vizuális megerősítés az az,
Amikor például látunk egy kilőtt harckocsit, és pontosan tudjuk, hogy az már biztosan nem megy sehova, tehát az totál vesztesség, ezeket lehet számolni. Az Oryx csoport pontosan ezzel foglalkozik, hogy ezeket a képeket, videóanyagokat gyűjti és számolja. Humán vesztesség esetében kicsit összetettebb a kép, de így is rengeteg információt le lehet gerebjézni. Ugye az orosz közösségi médiáról. Itt például látunk ugye a kép jobb szélén egy temetést, ahol látjuk az illetőnek a nevét. Látunk emléktáblákat, ahol szerepel, hogy az ukrajnai különleges műveletben esett el az illető. Vannak egyéni emléktáblák, és hát vannak kollektívek is. Ugye ez a vörös márvány színű, ez egy orosz alakulatnak a dicsőség falán szerepel, és pontosan látjuk, hogy Speciálnaja Vojenna Operácia, az ukrajnai különleges katonai műveletben az ott felsoroltak hunytak el. Na most ez egy óriási adatmennyiség, ezzel valamit kezdeni kell, de ugye amikor erről gondolkodunk, azt tudni kell, hogy a vizuális megerősítés, tehát amiről van vizuális információ, ez ugye szükségszerűen az alsó küszöb. Tehát ez az, ami biztos. Ennél csak több lehet. Mert haditechnikai vesztességből lehet, hogy van olyan vesztesség, ami nem fotóztak le a csatatéren, mert sérültem, még mondjuk hazajutott, de utána már totál káros. A személyi vesztességnél vannak azok, akik ugye nyom nélkül tűnnek el, papal bezveszki, ugye erre külön kategória az orosz katonai szlengben, vagy katonai terminológiában, őket sem tudjuk, tehát ezek a vizuálisan megerősített vesztességértékek, ez szükségszerűen egy alsó küszöb, ennél csak magasabb lehet a valóság. És most anélkül, hogy számháborút játszanék, hoztam néhány adatsort arról, hogy körülbelül mekkorák ezek a vizuális vesztességek, és hogy mihez képest viszonyítunk. Ugye az orosz haderő jelenlegi létszáma papíron 1.150.000 fő, ez korábban 1.015.000 fő volt körülbelül, de idén augusztusban felemelték legalábbis a hivatalos létszámot. Valójában azonban ez sosem volt ennyi. Mert az orosz hadsereg státuszait sosem sikerült teljesen feltölteni. Egyszerűen nem vonzó munkahely az orosz hadsereg. Körülbelül 800, optimista becslése szerint 850.000 fő lehetett a valós létszám, ennél följebb ez nem ment sosem, és ebből 850.000 főből is körülbelül 260.000 az bizony sorállományú. Tehát itt az látszik, hogy ugye van ez a jó kis magyar szólásmondás, hogy annyian vannak, mint az oroszok, de hát valójában az oroszok egyáltalán nincsenek olyan nagyon sokan. És ugye elkezdjük nézegetni, hogy ebből ez körülbelül hogy áll össze, a szárazföldi haderő, ami Ukrajnában harcoló erők legnagyobb részét adja, ez mindösszesen 280.000 fő. Ez a papíron meglévő létszám, és akkor ehhez lehet hozzásorolni, ugye a rendfenntartó feladatokra szolgáló paramilitáris orosz nemzeti gárda egységeit, ez körülbelül 400.000 összességében az egész föderációt tekintve, de hát nyilván nem lehet az egészet átvezényelni Ukrajnába. És akkor ehhez képest azt látjuk, most megpróbálok ezzel odamutatni, ahol látunk valamit, azt látjuk, hogy ami vizuálisan megerősített vesztességi információ, az az, hogy ebből a létszámból legalább 60.000 orosz katona már biztosan meghalt. Mert ennyiük haláláról van vizuálisan megerősített információ. Érdekesség, az ukrán közlések 64.000-ről beszélnek, tehát olyan nagyon nagyot nem különbözik az ukrán hivatalos közlés a valóságtól. Ez egy elég érdekes ilyen tanulsága ennek az egész vizsgálatnak. Hogyha ezt a 60-64.000 fős totál vesztességet elkezdjük lebontani, azt látjuk, hogy közülük legalább 1300 az tiszt vagy főtiszt. Tehát hadnagy, főhadnagy és ettől fölfelé. Majd erről még beszélünk, hogy ez miért fontos. Elképesztően magas szám ez a 60.000, különösen akkor, hogyha hozzávesszük, hogy ugye ilyen számú halotthoz hány sebesült tartozik, ugye általában 1-3, 1-3,5-lel szoktuk számolni a halott-sebesült arányt, nem túlságosan fejlett katonai egészségügyi hadsereg esetében, mint mondjuk az orosz. Az amerikai haderőben 1-10, ez ugyanez az arány. És ugye ebből, ha elkezdünk számolgatni, akkor a kezdeti 200.000 főnél kicsit kisebb kontingensből azt látjuk, hogy 95%-uk halott vagy sebesült. Nyilván a könnyű sérültek egy része felépül és visszamegy a frontra, de ezzel együtt látszik, hogy tragikusan magas a vesztesség emberben is, illetőleg hadianyagban is. Tehát amit most látunk, ugye itt ilyen 100% körüli számokat is látunk, helikopterek vonatkozásában, tüzérségi eszközök vonatkozásában, harckocsik vonatkozásában, azt látjuk, hogy ami most harcol Ukrajnában, az már nem az, amit Oroszország eredetileg erre szánt. Ez már az eredetileg elindított támadó kontingense felüli mennyiség, amit Oroszország a háborúba irányít. Most nem tudom pontosan, mi történt. Megpróbálok visszalépni. Így, meg is vagyunk. Tehát itt azt látjuk, hogy ezek az elképesztően magas vesztességek, ezek már ennek az eredeti támadó kontingensnek egy igen jelentős részét teszik ki. Most itt nem tudom, hogy hol a prezentációm többi része, most kérdőn nézek a szervezőkre, de nem baj, elmondom fejből. Haditechnikai vesztességek vonatkozásában a helyzet még rosszabb,
Picikét diverz a dolog, de ugye beszélünk erről, hogy nyílt forrású információk alapján mi az a megerősíthető. A haditechnikai vesztességek arányaiban a teljes orosz állományhoz vagy készlethez képest 10-40% között szórnak. A legmagasabb a harckocsi vesztesség, Oroszország az összes harckocsijának legalább 40%-át dokumentáltan elvesztette Ukrajnában. Ez tragikusan magas, irtózatosan magas. És ahova ki akarom futtatni ezt az egészet, hogy itt ez a haditechnikai vesztesség, ez különösen a mostani szankciós környezetben nagyon-nagyon kérdéses, hogy egyáltalán pótolható-e. És ha pótolható, ez akkor is évtizedes távlat. Különösen azért, mert a mostani szankciós környezetben Oroszország szó szerint képtelen modern haditechnikai eszközöket gyártani, mert nincsenek meg hozzá szükséges alkatrészek. Mondok egy teljesen friss információt tegnap előttről. Ugye Oroszország a herszoni körzetben olyan harckocsi hiány van, hogy már T-62-es harckocsikat vetnek be, azért 62-es, mert 62-ben állt rendszerbe, tehát 60 éves haditechnika megy harcba. Nemrégiben bejelentett az orosz védelmi minisztérium büszke, hogy 800 ilyen járművet modernizálnak 3 év alatt. Tehát, hogy még az ennyire elavult technológiához is, hogy bármilyen mértékben fel tudják javítani, annyira nincsen gyártási kapacitás, hogy ez is 3 év lesz. Személyi vesztességek tekintetében pedig ugye nagyjából úgy lehet átlagot számolni, hogy az orosz haderő, a fegyveres erők bevethető állományának, értve ez alatt a hadsereget, a Rosgvardiát és különféle paramilitáris formációkat együtt, ennek mostanra mintegy 10%-a meghalt Ukrajnában, és további 20-25%-a különböző mértékben megsebesült. Ez nem olyan vesztesség, amit gyorsan lehetne pótolni, különösen igaz ez egyébként a tiszti vesztességekre. Ugye egy jó képzett őrnagy vagy alezredes pótlás az 20 év. Mert amíg az illető megszerzi a katonai végzettségét, és felhalmozza azokat a tapasztalatokat, amelyek alapján, vagy amelyek őt majd ahhoz segítik, hogy egy tapasztalat alakulat parancsnok legyen. Ugye egyébként ez a rendkívül magas személyi vesztesség azt is mutatja, hogy a részleges mozgósítás gyakorlatilag kötelező volt. Tehát a részleges mozgósítás elkerülhetetlen volt, mert különben egyszerűen elfogyott volna az orosz hadsereg. Úgyhogy az utolsó záró gondolatom az, hogy itt a hagyományos nagy hatalmiság képességei közül, visszamegyünk itt a prezentációnak a még meglévő részére, tehát itt a hagyományos hadsereg az gyakorlatilag kiesik a nagy hatalmiság aspektusai közül. Tehát az látszik, hogy ez, ami ebből a haderőből marad, az az orosz határok védelmére nagyjából elegendő lesz, de az, hogy akár az eurázsiai térségben is ilyen komoly, ilyen erőkivetítési fenyegetést jelentsen, mint amit most Ukrajnában látunk, ez várható hosszú időre lekül a napirendről. Ez nem azt jelenti, hogy Oroszország megszűnne nagy hatalomnak lenni, hiszen a nukleáris ütőerő, az NSBT állandó tagság és a világ olajpiacán betöltött szerepe ez megmarad, de a nagyhatalmiság attribútumai közül a hagyományos fegyveres erő szerepe az várhatóan egy másfél évtizedes távlatban tartósan erodálódni fog. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönjük szépen! Köszönjük szépen András előadását, a kollégáim nevében is elnézést kérünk a szlájdok lemaradásáért, de így legalább egy kicsit több ideje volt az előadásra, és ott megnyertük. Következő előadónk Dóra kérnénk a színpadra az előadás megtartására. Köszönjük! Szeretettel köszöntök mindenkit, és én is nagy örömmel vagyok itt a CEUN, itt végeztem, úgyhogy különös öröm itt lenni ismét. András az orosz hanyatlásról szólt, én pedig a nyugat hanyatlásáról, vagy esetleges újjászületéséről szeretnék beszélni. A nyugat hanyatlását ugye azt gondolom elég sokat hallottuk az elmúlt évtizedben, vagy egyébként még korábban is, és hát nagyon fontos, hogy Putyin is igazából elhitte ezt a gondolatot, és ennek hatására indította meg részben az ukrajnai inváziót. Az előadásomban szintén igyekszem betartani a 10 percet. Először az a kérdés, hogy mi is a nyugat. Hagyományosan ezt a nyugati és az ortodox kereszténység közötti különbség kapcsán értelmezték. Ez azt jelenti, hogy nyugaton az egyházi és a világi hatalom egymástól el volt választva hagyományosan, és ettől létezhetett a belső szabadság, tehát a transzcendens révén el lehetett menekülni a zsarnok elől. Keleten ugyanez nem nincsen meg, hiszen az egyház alá van rendelve az uralkodónak, tehát semmilyen menekvés nincs a zsarnokság ellen. Éppen ezért, amikor a nyugat hanyatlásáról beszélünk, akkor valamilyen módon arról beszélünk, hogy a szabadság világa hanyatlik.
Manapság a nyugat az már nem a kereszténység kapcsán van értelmezve, hanem sokkal inkább egy olyan helyként, és nem földrajzi hely, hanem azokat az országokat soroljuk ide, ahol érték demokrácia, jogállamiság és az emberi jogok. Itt az ábrán, amit láthatunk, az az, hogy a világon kevesebb, mint a népesség fele él valamilyen típusú demokráciában, és nagyon fontos, hogy 2006 óta a demokráciák száma folyamatosan csökken a világban, tehát ilyen szempontból az elmúlt 10 évtizedben a nyugat hanyatlásáról beszélni, az valóban egy releváns kérdés volt, és ezek a politikai folyamatok ezt támasztották alá. Szintén nagyon fontos, hogy a nyugati hanyatlás tünete volt az is, hogy az autoriter hatalmakhoz képest az autoriter hatalmak a világ GDP-ből való részesedése folyamatosan növekedett, tehát itt leginkább Kínának a felemelkedésére kell gondolni, és lehet látni, hogy a piros és zöld vonal az ábrán, az tartós csökkenést jelent, tehát az Egyesült Államok és Nyugat-Európa részesedése a világ GDP-jéből folyamatosan csökkent, és ez is a hanyatlás narratívát támasztotta alá. Ugyanennek a jelenségnek volt a tünete a Brexit, és hát Donald Trump hatalomra kerülése Amerikában, ami azt sugallta, hogy van valami mély belső elégedetlenség a nyugati rendszerekkel. Utólag már jól tudjuk, hogy legalábbis Trump és a Brexit kapcsán, és hát még egyéb ügyek kapcsán is, az orosz éles hatalom működése is nagyban hozzájárult ezekhez a folyamatokhoz, és itt az éles hatalomnak, ami szemben áll a puha hatalommal, ami valamilyen kulturális befolyásolás, illetve a kemény hatalommal, ami a katonai erő, amiről András beszélt. Az éles hatalom, az itt nálam három dolgot jelent. Egyrészt a propagandát, amit a nyugati világ újítása, a közösségi média nagyon olcsón lehetővé tett az autoriter hatalmaknak, és 2000-es évek közepétől Oroszország már erőteljesen élt vele, és 2010 után meg főleg. Választási beavatkozásokat láthattunk az Egyesült Államokba, Európai Unióba, és különösen szerettek az oroszok beavatkozni olyan népszavazásokba, ami valamely terület elszakadását jelentette egy nagyobb területtől. Szintén nagyon fontos a stratégiai korrupció jelensége. A Catherine Belton Putyin emberei című könyv magyarul is megjelent, magyarul is olvasható. Hosszan és nagyon alaposan adatolva mutatja be azt, hogy a régi KGB hálózat hogyan menekítette ki nyugatra a vagyont. Egy jelentős vagyont, ennek a mértéke 1 billió dollárra becsülik, ez az orosz GDP körülbelül 70%-a. És ennek révén korrumpálták a nyugati politikai és üzleti elitet. És a harmadik elem pedig az energiafüggőség, erről András beszélt, tehát azt lehet látni, hogy az ábrán, hogy 2010 óta folyamatosan nőtt a földgáz függősége Európának, és ugyanez igaz a szénre. Az olajfüggősége az csökkent, de nagyon fontos, hogy igazából Európa nem sokat tett semmi, nem tett sokat a függőség megakadályozása ellenében, még Krím elfoglalása után sem. Putyin ebben az éles hatalmi eszközök használatában rendkívül sikeres volt, és a nyugat pedig kvázi elaludt, a jelentős gyengeséget mutatott, hiszen nem reagált sem arra, hogy abszolút korrumpálják az elitjét, sem a Krím elfoglalására, sem arra, hogy Oroszországban a diktatórikus rendszer folyamatosan keményedett. Igazából csak az azonnali üzleti érdekek mozgatták, és amikor Putyin megindította a támadását, akkor ezt egy olyan tapasztalatai voltak a korábbi évtizedben, hogy nagyjából nyugaton minden és mindenki megvehető. Szerencsére hatalmasat tévedett, és hát az első tévedése ugye Ukrajnában volt, azt gondolta, hogy az ukránok majd feladják, és 3 napos lesz a háború. Ehhez képest jelentős ukrán ellenállás volt, és az ukrán ellenállásnak sok következménye lett, megvédték az országot, de az is nagyon lényeges, hogy az ellenállás, és illetve a harcuk azért, hogy a nyugati világhoz csatlakozhassanak, ráébresztette
magát, a nyugatot is arra, hogy milyen fontosak a saját értékei, amiről az elmúlt időszakban erőteljesen elfeledkezett. A háború szörnyűségei, amit itt látunk egy képet Bucsáról, az orosz propagandát, amiben nagyon sikeres volt, teljesen tönkretették, és hát Oroszország mostanában veszti el a háborút a fronton, de már rögtön az elejétől elvesztette a propaganda háborút, tehát az az eszköz, ami az elmúlt évtizedben hihetetlenül jól működött, az a háború idején nem működött. Zelenszkij elnök vezérletével az ukrán hadikommunikáció egészen fantasztikus módon kommunikálta az ukránok ügyét a világ számára, de miközben az oroszok maximum eltitkolni próbálták azokat a felfoghatatlan borzalmakat, amiket elkövettek a háború során. És muszáj beszélni azokról a háborús bűnökről, amikkel nap mint nap szembesülünk. Tehát az orosz propagandában és az orosz médiában mindennapos az a gondolat, hogy az ukrán identitás, mint olyan, az maga a nácizmus. Tehát ez egy újradefiniálása volt a nácizmus fogalmának, és éppen ezért a cél az ukránok oroszosítása, és népirtás konkrétan. Látjuk a bombázásokat, civil célpontok ellen kórházak, iskolák, hétfőn játszóterek, parkok bombázását. Tudjuk azt, hogy a foglyok, illetve az elfoglalt területek lakossága micsoda kínzásoknak van alávetve, rengeteg tömegsírt találnak a felszabadított településeken. Hallunk arról, nőket erőszakolnak 4-től 82 éves korig. Tudjuk azt is, hogy több ezer ukrán gyereket vittek Oroszországba. Az ukránok szerint ez elérheti a 240 ezret is. A felszabadított településeken tömegsírokat találnak és kínzókamrákat. Számomra az egyik legmegrázóbb kép az volt, amikor egy nagy doboz kihúzott fogat találtak az egyik ilyen kínzókamrában. Ezek a képek ellehetetlenítik azt, hogy az oroszok ezt védeni tudják, és szintén felébresztették a nyugati közvélemény szimpátiáját, és azt olyan típusú összefogás jött létre, ami az elmúlt 30 évben nem volt nyugaton. Ez az összefogás biztosította azt a katonai hátteret, aminek a révén Ukrajna sikeresen harcol az oroszok ellen, és magát a nyugatot is ráébresztette a saját értékeire, és végre túlléptünk azon a helyzeten, amikor csak az azonnali üzleti érdekek számítanak. Azt hittem, András fog beszélni egy picit a nyugati katonai segítségről, de azt gondolom, ezt nap mint nap láthatjuk, úgyhogy én a gazdasági szankciókról szeretnék egy picit beszélni. A gazdasági szankciók példátlanak, itt az alsó, itt tudom megmutatni, vagy nem tudom megmutatni. Az alsó ábrán lehet látni, hogy Oroszország jelenleg a világgazdaság leginkább szankcionált rendszere, és itt egy aszimmetrikus helyzetről van szó, hiszen nagyjából a világ fele szankcionálja Oroszországot, és Oroszország a világ gazdaságának a 2%-át jelenti. Lehet látni a felső ábrán, hogy az orosz import azonnal jelentősen be is zuhant, és ez azért is történt így, mert nem csupán a szankcionáló országok tartják be ezeket a új szabályozásokat, hanem Kína is, és más országok is, mert félnek a másodlagos szankcióktól. Ezek a szankciók rendkívül erőteljesen érintik a fejlett technológiát használó iparágakat, András erre már utalt a haditechnika kapcsán, de ugyanígy érintik a közlekedést, és nagyon fontos, hogy erőteljesen érintik még az energia kitermelését is, tehát az oroszoknak ahhoz is nyugati technológiára van szükségük, hogy kitermeljék az energiát, úgyhogy hosszabb távon ez is problémát fog számukra okozni. Szintén nagyon erőteljesen érinti az orosz gazdaságot a nyugati cégek kivonulása, amelyek 1990 óta működtek az országban, és szintén erőteljesen érinti az orosz gazdaságot a rengeteg fiatal, képzett ember kivándorlása, és ezt az irtózatos exóduszt felerősítette a elmúlt hónapban bejelentett mobilizáció is. Úgyhogy amit András elmondott a katonai hanyatlásról, az a gazdasági hanyatlásról is ugyanígy igaz, tehát ezek a szankciók Oroszország gazdaságát hosszú-hosszú időre tönkreteszik. Nem tudjuk, mikor lesz vége a háborúnak, és
és őszintén remélem, hogy az ukránok nyerni fognak, de valamennyit mégiscsak spekulálhatunk arról, hogy mi lesz az új világrend. Sokszor felmerül, hogy egy új hidegháború felé haladunk-e, és a közvéleményben ennek látszódnak nyomai. Bal oldalon az oroszokkal kapcsolatos szimpátia látható, és jobb oldalon a kínaiakkal kapcsolatos szimpátia, és azt lehet látni, hogy a nyugati társadalmak rendkívül csekély mértékben szimpatizálnak a két autoritár rezsimmel. A keleti iránti szimpátia tehát gyengül, és eközben a nyugati szövetség folyamatosan erősödik, tehát ezt jelzi Svédország és Finnország felvétele a NATO-ba, és szintén fontos, hogy az EU is újabb tagokkal bővülhet a jövőben valamikor. Ukrajna és Moldova is EU tagjelölti státuszt kapott. Tehát mit lehet mondani erről az új világrendről? Az egyik az az, hogy az értékek ismét nagyon fontos szerepet fognak játszani. Várható az, hogy a korrupció ellen sokkal erőteljesebben fellépnek, mint korábban, tehát erről már lehet tudni, amerikaiak folyamatosan hozzák nyilvánosságra azt, hogy honnan oroszok kiket fizettek le. Szintén várható a propaganda elleni fellépés, amit egyrészt láthatunk a közösségi médiában, láthatjuk azt, hogy betiltották az RT-t és a Sputnikot, és nagyon fontos, hogy ugye Oroszország kapcsán elkövették azokat a hibákat, hogy nem vették komolyan az éles hatalom eszközeit, Kína kapcsán már sokkal óvatosabbak lesznek. Nagy figyelem várható arra, hogy a nyugati világ országai ne legyenek kiszolgáltatva autoritár rendszereknek, és éppen ezért fontos célkitűzés az, hogy diverzifikálják az energiabeszerzéseket, és szintén fontos célkitűzés az, hogy alapvető termékeket azt ne legyenek függőek autoritár országoktól, és ezt főleg Kínára fogják alkalmazni. Éppen napokban jelentette be az amerikai elnök Joe Biden, hogy korlátozzák a félvezetők, illetve a csipek eladását Kínának. Tehát Kínában is kínai súlyos export korlátozások alá esik. Beszéltem már arról, hogy a nyugati szövetség ebben a háborúban újjáélet. Gondoljunk vissza 2020 nyarán az afganisztáni kivonulás idejére, amikor az amerikaiak senkivel nem konzultáltak, egyszerűen kivonultak, és micsoda felháborodás volt a nyugati szövetségben, tehát nagyon gyenge volt az együttműködés, ami azért volt különleges csalódás, mert Trump alatt erőteljesen meggyengült a szövetség, és hogyha Biden alatt sem javul, akkor tényleg azt lehetett hinni, hogy vége van, de ez teljesen megváltozott az ukrajnai háborúval. Ezzel szemben a keleti országokban ez az úgynevezett BRICS, ezek a feltörekvő országok, Brazília, Oroszország, India, Kína és Dél-Afrika, de a több feltörekvő országot is lehet ide sorolni. Azt lehet látni, hogy ez a szövetség nem igazi szövetség, sokkal töredezettebb. Kína nagyon nagy hangsúlyt fektet arra, hogy ő igazából neutrális, és ez a kép, amit egyébként a kínai külügyminisztérium tett közzé, azt mutatja, hogy szeptember 13-án a kínai és az ukrán külügyminiszter tárgyalt, és ezzel akarják jelezni azt, hogy ők nem szoros szövetségese az oroszoknak. Tehát azt szintén fontos, hogy India és Kína is jelezte Putyinnak, hogy elítéli a háborút, és éppen ezért ez a kohézió ez sokkal gyengébb, mint a nyugati szövetség kohéziója. Az egyik legnagyobb hiányosság az a közös ideológia hiánya, tehát azon túl, hogy ők valamilyen módon szemben állnak a nyugattal, azon túl őket nem igazán kötik össze közös ideológia, és András erről beszélt, hogy az oroszoknak most nincs olyan típusú ideológiája, amihez mindenki tud kötődni, mint anno a kommunizmushoz. Az orosz nacionalizmus az igazából inkább kizár, mint bevon más országokat. Tehát összességében a nyugat újjászületett, az autoriter tömb pedig jelentősen meggyengült, és az is nagyon fontos, hogy egyre nagyobb kockázat ezzel a tömbbel üzletet folytatni, és emiatt várhatóan a beruházások is lassulni fognak ezekbe az országokba, és ez a további gyengülésüket vetítik előre. És akkor az utolsó diám az, hogy merre tovább Magyarország. Itt azt lehet látni, hogy a
Oroszországnál és Kínánál Magyarország egyfőre jutó GDP-je magasabb, de hát messze van a nyugati világ országaitól. És jelenleg a Nyugati Szövetség tagjai vagyunk, de folyamatosan azon kell gondolkodnunk, hogy akkor most átállunk-e, vagy átáll-e az ország arra az oldalra, ami vesztesnek tűnik, háborús bűnöket követel, és egyébként sokkal gyengébb, mint a másik. Őszintén remélem, hogy ez nem így fog történni, sajnos van sok-sok rossz történelmi tapasztalat ezzel kapcsolatosan. De erről gondolom még beszélünk a kerekasztal során, úgyhogy ezzel köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük, Dóra, és akkor harmadik előadónk Meszerics Tamás. Köszönöm szépen, én is üdvözlök mindenkit. Hát most már 4 éve, hogy utoljára előadást tudtam tartani ebben az épületben, amit azóta is nagyon sajnálok, mert itt nagyon szerettem tanítani. Amiről beszélni szeretnék, az 2 kérdés mindösszesen, és ez remélem, hogy bele fog férni ebbe a 10 perces időkeretbe, nagyon igyekszem, hogy így legyen. Egy kicsit magasabb nézőpontból szeretnék ránézni erre az ukrán-orosz háborúra, orosz-ukrán háborúra. 2 kérdést vetek fel. Az egyik, hogy van-e értelme arról beszélni, hogy igazságos vagy nem igazságos egy háború. A másik kérdés pedig, hogy a háború orosz szempontból a politikai céljaikat tekintve elérheti-e a célját. Most nem a katonai célpontokról beszélek, nem lesznek hadtudományi fejtegetések, ezt Rácz András tökéletesen megoldotta helyettem is, úgyhogy köszönöm szépen, hanem kifejezetten a politikai célokról, és első körben Ukrajnára, az Ukrajnával kapcsolatos viszonyra koncentrálva. A nagyobb, magasabb, hogy is mondjam, madártávlat, ból megfogalmazott kérdés az, hogy egyáltalán értelmes kérdése, hogy egy háború igazságos vagy nem igazságos. Erről nagyon sokan nagyon sokfélét gondolnak, közkeletű az a nézet, hogy ezt a kérdést fölvetni sem lehet háborúk kapcsán. A háborúk úgy, ahogy van, elutasítandóak és rosszak. Másrészt, és ez a másik nézőpontból ugyanerre a következtetésre jut, ez bizonyos értelemben attól függ csak, hogy az adott országnak ez érdekében áll, vagy nem áll érdekében, amivel kapcsolatban értelmes erkölcsi kérdéseket nem lehet felvetni. Na, az a helyzet, hogy a háborúval kapcsolatban mintegy 1700 éve komoly tradíció van, hogy ezt lehet erkölcsileg mérlegelni, lehet erkölcsi állításokat tenni. Ezt a tradíciót hívják, ami egyébként szigorúan nyugati keresztény kultúrában gyökerező tradíció abban a formájában, hogy most ismerjük, más civilizációkban is van erkölcsi mérlegelés a háborúról, de itt alakult ki ebben a formában. Ez hát 1700 éves, és legkonkrétabban Szent Ágoston nevéhez köthető, amiről gondolom sokan hallottak. Ő volt az, aki először felvetette, hogy az igazságosság a háborúban az annak a kérdése, hogy igazságtalan helyzetet akar-e helyreállítani, helyretenni az adott háború, és ebben az esetben erkölcsileg igazolható, erkölcsileg elfogadható lesz. Ez több helyen, több különböző formában fejti ki a műveiben, és ez még egy nagyon általános teológiából levezetett erkölcsi, hát majdhogy nem etikai álláspont, és ennek nyomán, ugye Szent Ágoston a legjelentősebb nyugati egyházatják közé tartozik, ennek nyomán a keresztény teológiában ez a kérdés folyamatosan napirenden volt. És kialakult az a tradíció, aminek most 2 eleméről fogok beszélni, 3 fő elemét tartjuk nyilván az igazságos háború elméletének. Az egyik az az, hogy a hadba lépés mikor igazságos, tehát mikor igazságos háborút indítani. Ez a kérdés a jus ad bellum latin kifejezés. A képen Aquinai Szent Tamás látható, aki a 13. században jelentős mértékben hozzájárult ezeknek az Ágostontól eredő elveknek a kifejtéséhez, részletes kifejtéséhez. Különböző szerzők különböző kritériumrendszereket állítanak össze. Én most 5 olyat soroltam itt föl, amiben nagyjából egyetértés van a különböző szerzők között, hogy ezek benne vannak ebben a kérdéskörben. Az egyik, hogy az oka a háború elindításának igazságos kell, hogy legyen.
Ami azt jelenti, hogy nem lehet erkölcsileg semleges, tehát nem csak az lehet, hogy nem lehet igazság, hanem erkölcsileg semleges indoka sem lehet a háborúnak. Ha erkölcsileg semleges indokból indítjuk, akkor is igazságtalannak számít. Erkölcsileg semleges indok lehetne például egyszerűen a területszerzés. Ugyanakkor ahhoz, hogy egy modern háborút háborúnak tekintsünk, és ne egyéb katonai konfliktusnak, vagy civil konfliktusnak, az is kell, hogy a közhatalom legitim képviselője és annak a döntése nyomán induljon el ez a hadviselés, hogy az uralkodó indítsa a háborút. Ebbe sokan sokfélét beleértenek a modern háborús igazságosság elméletekbe. Én ebben most nem mennék bele, de ez lényeges különbség abból a szempontból, hogy valamit háborúnak tekintünk, vagy polgárháborúnak, vagy esetleg más jellegű konfliktusnak. Az, hogy az indok, a háború megindításának indoka, erkölcsileg elfogadható indok kell, hogy legyen, az azt is jelenti, hogy ez kell, hogy legyen a kizárólagos indoka a háborúnak. Ez egy további feltétel. Tehát nem csak az a lényeg, hogy legyen olyan indok, ami erkölcsileg kifogástalan, hanem hogy ez legyen a kizárólagos indok. Nem lehetnek olyan járulékos célok, amik erkölcsileg kétségbe vanhatóak, vagy erkölcsileg semlegesek. Hogy van ugyan egy megfelelő indokunk, de emellett az sem árt, hogyha területet szerzünk, vagy erőforrások fölött szerzünk kontrollt. A másik kettő az általában az erkölcsi mérlegelésekben más erőszakos cselekményeknél is mindig felvetődik, nem csak a háborúnál, egyébként önvédelem, és ennél egyszerűbb esetekben is. A követelmény az, hogy a háború a végső megoldás legyen, minden egyéb eszközt ki kell előtte próbálni az adott konfliktus rendezésére, és csak utána jöhet szóba a háború, és csak ekkor lehet igazságos. Valamint már itt is, ezen a szinten is ott van az arányosság követelménye, hogy csak olyan katonai eszköz bevetése indokolható, olyan katonai erő bevetése indokolható, ami várhatóan nagyobb nyereséget hoz a közjóban, összességében kedvezőbb eredményt hoz, mint amekkora szenvedést és veszteséget okoz magának a katonai erőnek a bevetése. Ezt egy makroszintű arányosságnak hívják ebben az elméletben. A másik ága ennek a kérdésnek a hadviselés igazságosság, ennek is nagyon kiterjedt irodalma van. A képen Hugo Grotius látható, aki ennek szintén jelentős gondolkodója volt, és átültette a nemzetközi jogba egy csomó elemét ennek az etikai gondolatmenetnek. A hadviselés igazságossága, jus in bello, szintén különböző feltételekhez köthető. Itt is próbáltam összeszedni azokat, amik konszenzusosak ebben a tradícióban. Az egyik, talán mindenki által ismert fontos eleme, hogy a hadviselés során meg kell különböztetni a hadviselő és a nem hadviselő személyeket. Számít, hogy valaki a hadsereg tagja, vagy civil, abban a tekintetben, hogy erőszak vele szemben alkalmazható, vagy nem alkalmazható. Ez ennyire egyszerű. Vannak a katonák, és vannak a civilek. Ezt minden hadseregnek, minden háborúban meg kell tudnia különböztetni. Ha nem teszi meg, akkor, és ez most már a nemzetközi jog része is, ezzel a háborús bűn kategóriájába csúszik át nagyon gyorsan a dolog. A másik feltétel itt konkrétan a helyzetre alkalmazott arányosság, nevezetesen, hogy a lehető legkisebb mértékű károkozást kell, hát a károkozásra kell törekedni a civil lakossággal szemben. A civil lakosság ugyanis nem számít legitim célpontnak, ez a következő feltétel. A legitim célpont a katonai szükségesség, tehát valójában katonai célpontok és azok közvetlen kiszolgálására szolgáló célpontok azok, amiket támadni lehet, hogy belül maradjunk a háborús igazságosság ezen kritériumán. A modern, bár ez is benne van már a középkori traktátusokban is, de a modern hadviselés igazságosság kritériumai között a hadifoglyokkal szembeni bánásmód és a nagyon fontos elemek közé tartozik. Erről ugye három Genfi konvenció szól különböző részletességgel, de most nem fogok részletesen belemenni. És az utolsó kritérium, ami a 20. és 21. században vált különösen fontossá, hogy tilalmas olyan eszközök alkalmazása, amik önmagukban elfogadhatatlanok.
még ha az indok helyes, még ha minden más timmel is, olyan eszközöket nem használunk háborúban, amik önmagukban is tilalmasak, és hát itt gondoljunk például a tömeges nemi erőszakra, amit hadseregek adott esetben katonai eszközként alkalmaznak. Tehát nem arról van szó, hogy a katonák nem tudnak mit kezdeni magukkal, hanem ez kifejezetten tudatos eszközként használja különböző hadseregek különböző helyszíneken. A lényeg az, hogy ennek a kritérium sornak mindegyikének teljesülnie kell ahhoz, hogy egy háborút igazságosnak tekintessünk. Ha csak egy is hibázik, akkor fölmerül az a kérdés, hogy a háború maga is igazságtalan. Nem kell hozzá szerintem nagy fantázia, hogy az ember fejben végigmenve azt gondolja, hogy hát ebből több is hibázik az orosz-ukrán háború esetében. Egészen egyértelműen ki lehet jelenteni, hogy nincs olyan legitim indok, amit az orosz fél fel tudna hozni emellett a háború mellett. Legegyszerűbb esetben is területszerző háborúnak lehet tekinteni, de valóban bizonyos értelemben azt is gondolhatjuk, hogy ez kifejezetten egy népirtási célú háborúvá fajult legalábbis menet közben. Hát ennyit az igazságosság kérdéséről. Erről lehet vitatkozni egyébként, talán a tényekről kevésbé. Arról, hogy az igazságosság, a háborús igazságosság tradíciója, az egy értelmes tradíció, vagy nem, arról lehet legitim módon vitát nyitni. Pacifisták azt gondolják, hogy soha nem lehet egy háború igazságos, és szólnak, tehát vannak érvek, amiket felhoznak emellett. Másik oldalon vannak azok, akik a realista külpolitika képviselők, azt gondolják, hogy az államrezon az egyetlen, ami számít, ahol nem lehet föltenni ilyen erkölcsi tartalmú kérdéseket, tehát ott sincs értelme onnan nézve sem ennek a kérdésnek. Mind a kettő mellett szólnak érvek, szerintem gyöngébbek, mint azok, amiket itt felsoroltam. A következő kérdéshez azt a nagyon egyszerű megfontolást kell elfogadnunk, hogy a háború, ami önmagában jelentős pusztítást okoz, a hadi eseményeken és ennek kapcsán a pusztításon kívül olyasmit csinál, ami egyébként a nemzetközi rendszerben nem szokásos. Egy nagyot belecsap a lecsóba, igen közönségesen megfogalmazva a dolgot. A nemzetközi rendszer működésének a legkülönbözőbb szálait vagy elvágja, vagy meggyengíti, vagy kérdésessé teszi, néha újakat von. Ezért kiszámíthatatlan, hogy mi fog történni egy háború után. Ezért szoktak egyébként politikusok is óvakodni attól, hogy csak úgy bármiféle képzelt vagy valós előny kapcsán katonai eszközökhöz folyamodjanak, mert nem csak az a bizonytalan, hogy mi lesz a háború kimenetele, hanem az is bizonytalan, hogy mi lesz utána az a közeg, amiben találják magukat. Valójában a háború az egyik leggyakoribb olyan helyzet, amikor a politikában igen könnyen előfordulhat, hogy a céljaival tökéletesen ellentétes eredményt ér el az, aki elindítja. Ez a politikában nem nagyon gyakori. Minden egyéb meggyőződésünk ellenére ez nem nagyon gyakori. A politika ennél sokkal kiszámíthatóbban működik. Háborús közegben viszont azonban minden föl tud borulni. És itt érkezem el a második kérdéskörhöz. Itt van az a kérdés, hogy mi volt a putyini Oroszország Ukrajnával kapcsolatos politikai érdeke. Ez részben deduktív, részben induktív alapon össze lehet állítani, tehát lehet tudni abból, hogy mit csináltak, és lehet tudni abból, hogy miket mondtak. És ebben szeretnék visszamenni egészen 2013 őszéig, nem csak a háborúra koncentrálva, mert az volt az utolsó pillanat, amikor Oroszország még úgy nézett ki, hogy uralja a helyzetet, hogy ura az Ukrajnával való viszonynak. Ez ugye 2013 őszén változott meg, amikor Janukovics elnök, amikor nem volt hajlandó aláírni jelentős moszkvai kérésre, nyomatékos kérésre nem volt hajlandó aláírni az Európai Unióval való nem csatlakozási, bocsánat, társulási szerződést, és elkezdődtek a tüntetések. Innentől kezdődik az a dilemma sor, amin végigment Oroszország, hogy először is ugye az lenne a fontos, hogy ha már nincsen Janukovics, valami hasonló kéne helyette, egy irányítható és belül minimálisan elfogadott ukrán vezetőség. Hát ezt már 2014 tavaszán lenullázták. Erre onnantól kezdve esély sem volt, hogy csak úgy fognak találni bármikor egy ilyen ukrán politikai vezetést. A másodlagos politikai cél ezen kívül, hogy ha már nem lehet egy belül teljesen elfogadott és Moszkva által irányítható vezetést találni, akkor legalább találjanak olyanokat,
akiket valójában a kelet-ukrán területek támogatásával lehet hatalomra juttatni. Szintén 2014-2015 fordulójára ez teljesen világossá vált, hogy ilyen nem lesz. Nem lesz többet olyan elnöke Ukrajnának, belátható két évtizeden belül, akinek ne kellene a megválasztásához jelentős nyugat-ukrajnai támogatottság. Ez azért fontos tudni, mert lassan a háború során elfelejtjük, hogy a háború előtt Ukrajna egy jelentősen megosztott társadalom volt. Méghozzá pont a geopolitikai orientáció volt az egyik ilyen törésvonal, és Nyugat-Ukrajna hagyományosan nyugati orientációjú volt, az egyik megfogalmazásában szélsőségesen nacionalista, Kelet-Ukrajna pedig hát hagyományosan orosz barátabb politikusokat termelt ki magából. Ez nem független attól természetesen, hogy orosz anyanyelvű lakosság nagyobb arányban van Kelet-Ukrajnában, vagy volt Kelet-Ukrajnában, mint Nyugat-Ukrajnában. Most már nem tudom, hogy néznek ki a nyelvi és etnikai megoszlások az ukrán területeken a háború alatt. Az minden esetre világos, hogy 2015 nyarára ez teljesen kivitelezhetetlenné vált. Az utolsó pedig, hogy hát akkor legalább maradjon gyenge az elnöki hatalom. Ez teljesült egészen eddig a háborúig. Az ukrán elnöki hatalom névlegesen az ukrán alkotmány szerint középerős elnöki hatalomnak számítana, ellenben az ukrán politikai rendszernek tényleg az volt a sajátossága, hogy különböző oligarcha csoportok jelentős befolyást gyakoroltak a politika mindennapi vezetésére, és ez Moszkvának egyébként kedvezett, tehát ezt szorgalmazták. Valójában ezzel a háborúval sikerült először létrehozniuk, hozzásegíteniük Ukrajnát egy erős elnök megszületéséhez. Ugye Zelenszkij elnök azt mondja, hogy tavaly októberben, ha jól tudom, 23-25% közötti támogatást tudhatott magáénak. Az még ukrán viszonylatban is elég alacsony népszerűségnek számít. Hát ez most valahol az egekben. Nem tudom, friss közmények kutatási adatokat, nem tudom, mennyire megbízhatóak, de minden valószínűség szerint elég magasan lehet. Na most ez az, amit szerettek volna elérni, ebből egyik sem sikerült, sőt garantálták, hogy ez nem jöhet létre, ennek nagy részét már a háború előtt, a háborút megelőzően. Amit szerettek volna viszont elérni Ukrajnában, az, hogy megakadályozzák egy egységes ukrán nemzet létrejötték. Ez a megosztottság, ami a háború előtt jellemezte Ukrajnát, ez nagyon kedvezett Oroszországnak. Hát a háborúval ezt is sikerült lenullázni. Az egységes ukrán nemzet, ha tetszik, hanem létrejött. Nyilván vannak ennek történelmi előzményei, de most egy nagyon fontos alapító mítosszal gyarapodott Ukrajna, amitől ezentúl nem lehet eltekinteni. Ez az ukrán nemzet ebben a háborúban születik meg. A másik a hatékony ukrán katonai erő, amit szintén nem kívántak maguknak. Oroszország egyetlen szomszédát sem szereti jelentős katonai erő birtokában tudni. Hát ezt most megint sikerült lenullázni. Valójában mostanra Európa legjelentősebb katonai hatalmai közé került Ukrajna. Nyilván, ahol az egész elkezdődött 2013 őszén, az az európai orientáció kérdése Ukrajna szempontjából, hát mára Ukrajna, ugye szintén a tagjelöltek közé számít, hogy ebből mikor lesz Európai Uniós tagság, az kérdéses, de az nem, hogy ezen a pályán van rajta. És hát ez még az utolsó, ami a háború indokai között egyébként is szerepelt, ugye a NATO folyamatos terjeszkedése. A NATO terjeszkedésének megakadályozásának pont az ellenkezőjét sikerült elérni. Nem, hogy megakadályozták volna, sikerült tovább bővíteni a NATO-t, két volt semleges ország belépésével, akiket még nem vett fel a NATO, de az valójában az már lezárt kérdések közé tartozik. No, ennyit akartam csak mondani, tehát itt két kérdéskör van, mindegyik talán tágabb egy kicsit, mint a katonai események maguk, de a háború ezeket jelentős mértékben befolyásolja, mégpedig Oroszországnak kedvezőtlen irányban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen mindhárom nagyon érdekes előadás. És egy-két kérdésem lenne egy kicsit talán először kezdve azzal, hogy nyilván a háború témájánál maradva, de egy kicsit
tágítva a kör, tehát a első kérdésem az lenne, hogy mennyiben határozza meg a nyugat jelen reakciója más tekintélyelvű rendszerek jövőbeli expanziós ambícióit például. Gondolhatjuk azt, hogy Kína most éppen árgus szemekkel figyeli, hogy hogyan reagált a nyugat Ukrajnára, és ez alapján fondolgatja, hogy megtámadja-e Tajvan? Tehát, hogy mi a globális hatása mindennek a autoritár és expanzív hatalmakra? András. Ha én autoritár és expanzív hatalom lennék, most itt, aki mellettem ül, az rosszul járt, az pontosan ezt csinálnám. Tehát árgus szemekkel figyelném, hogy a nyugat hogyan reagál az Ukrajna elleni orosz agresszióra. Ez ugyanis mintául szolgálhat arra, hogy más globálisan megjelenő expanzív törekvések esetén a támadó milyen reakciókra számíthat. Én magam nem vagyok Kína szakértő, nem próbálok úgy tenni, mintha az lennék. Kína szakértő kollégáimtól tudom, hogy a kínai vezetés pontosan ezt csinálja. És árgus szemekkel figyel egyrészt, tehát passzívan is figyel, nézi, hogy a nyugat mit csinál, és aktívan is igyekszik elkerülni azt, hogy ezeket a szankciókat bármilyen mértékben magára vonja. Tehát amikor ugye vannak, akik azon fantáziának, hogy majd Oroszország számára az lesz a megoldás, hogy Kínával szorosan együttműködés, Kína majd kisegíti Oroszországot a bajból, hát az látszik, hogy Kína ebben a konfliktusban egy valakinek az érdekeit képviseli, saját magáit. Tehát Kína egyáltalán nem segíti ki Oroszországot a bajból, Kína alig ad valamit Oroszországnak, és amit ad, az sem katonai. Tehát Oroszországnak nem segít, hogy megnyerje ezt a háborút, nem segít, hogy pótolja a veszteségeit, ami itt a kínai érdek, az láthatóan az, hogy majd az európai energiapiacról nem teljesen önszántából leváló orosz energiahordozókat majd Kína kedvezményes áron megszerezhesse. Peking láthatóan erre törekszik, de egyébként semmiféle tartós elköteleződést a kínai vezetés részéről orosz irányban nem lehet látni. Pontosan felmérik a saját érdekeiket, és látják, hogy amit ugye Dóra is mondott, hogy Oroszország a világ legjobban szankcionált országa, ez az a státusz, amit Kína minden bizonnyal szeretne elkerülni. Teljesen egyetértek Andrással. Az amerikai sajtóban rendszeresen felmerül az, hogyha az Egyesült Államok nem ad határozott választ az orosz fenyegetésre, akkor Kína is úgy fogja érezni, hogy bármit megtehet. Tehát legalábbis az amerikai diskurzusban ez biztosan jelen van. És valóban a kínaiak számára is jelen van. Néha beleszoktam nézni a Global Times nevű kínai propaganda oldalban, ami angolul közli a kínai hivatalos álláspontot, és ott nagyon gyakran felmerül, hogy Tajvant úgy próbálják demoralizálni, hogy jelzik neki, hogy úgyis cserben hagyja majd őt Amerika, és azzal, hogy Amerika megvédi Ukrajnát, azzal ezek a demoralizáló szövegek sokkal kevésbé hitelesek. Szintén nagyon fontos szempont az, hogy a pacifistáknál nagyon gyakran felmerül, hogy hát Oroszország megfogalmazza a nukleáris fenyegetést, akkor be kell fejezni Ukrajna támogatását, mert hogy el kell kerülni mindenképpen a nukleáris háborút. De itt is nagyon lényeges az, hogy Amerika pontosan tisztában van azzal, hogyha a nukleáris fenyegetés megfogalmazása önmagában arra készteti a nyugatot, hogy letegye a fegyvert, akkor ugyanezt a nukleáris fenyegetést nagyjából bárki használja majd a későbbiekben, tehát Kína vagy Észak-Korea, és hogyha a fenyegetésre a fegyverletétel a válasz, akkor ezek az autoritár hatalmak győznek, és éppen ezért biztosítani kell azt, hogy ezt az eszközt ne lehessen továbbra se használni. Igen, mert pont az elmúlt napokban is, a nemzetközi sajtóban is lehetett hallani, hogy a Bidennek is ez a diskurzus, hogy valójában ugye az igazi stratégiai fenyegetést a világ számára az Kína jelenti, és Oroszország jelenti az azonnali és látható veszélyt. Tamás, még akartál Ez a katonai részhez nem tudnék semmit sem hozzátenni, mert én is ugyanígy látom, amennyit én látok belőle, és hát én valószínűleg többet is látok belőle. Kína kapcsán még azt szeretném talán idehozni, hogy két kérdés is van. Az egyik az az, hogy ez visszafogja Kínát abban, vagy elgondolkozásra készteti abban, hogy expanzív külpolitikát hogyan folytasson. A másik viszont az, hogy, és ez valószínűleg nem volt része, vagy hát nem gondolták, hogy hosszú háború lesz, tehát nem volt része az orosz kalkulációknak, de tudható, hogy Kína a nemzetközi gazdasági kapcsolatok masszív fenntartásában érdekelt.
Kína valójában integráns része ennek a világrendnek úgy, ahogy van. Nagyon rosszul érinti, hogyha valaki ezt gyökerestől föl akarja rúgni, hiszen hát valójában elsősorban kereskedelmi és befektető nagyhatalom, és csak másodszorban katonai nagyhatalom a pillanatnyi nemzetközi rendszerben. És ezért húzódozik az első pillanattól kezdve, ezért nem hajlandó ebben semmiféle komoly támogatást adni Oroszországnak. És ez Kínán túl is ugyanígy igaz egyéb félig vagy teljesen autoritár hatalmakra. Hát a volt szovjet birodalom, közép-ázsiai néhai tagországai egytől egyig azok közé tartoznak, akik nem ismerték el mondjuk ezeknek a megyéknek az Oroszországhoz csatolását, bár senki nem ismerte, de még csak a háború támogatásáig sem jutottak el, szóban sem. Egészen odáig bezárulnak, hogy Kirgizisztán felmondta a közös hadgyakorlatot, hogy is hívják ezt most, a kölcsönös segítségnyújtás. Kollektív biztonsági szerződés. Kollektív biztonsági szerződés szervezete, mert most lett volna esedékes, nyáron lett volna esedékes egy közös hadgyakorlata, ezt Kirgizisztán simán lemondta, amire még nem volt példa, és nem lehetett volna korábban elképzelni. De Kazaksztán Kínától kapott segítséget például arra. Kína bejelentette, hogy Kazaksztán területi épségét természetesen alapvető fontosságúnak tekinti, amit hát Kínán kívül maximum Oroszország fenyegethet. Úgyhogy ezek a szövetségi viszonyok is lazulnak, hát nem... Tehát minden szempontból rosszabb helyzetben találják magukat azok az autoritár hatalmak, amik most éppen Oroszországtól várják az iránymutatást. Említettétek az előadó, te Dóra is, és Tamás is említette a NATO tagságra vállalkozó új tagokat, illetve az EU tagságra vállalkozó tagokat, és Tamás mondta, hogy nem lehet pontosan tudni, hogy mikor kerülnek ők elbírálásra, mind a kettő kategóriába Ukrajna benne van, de mégiscsak várható az, hogy a háború következtében gyorsabban lesznek elbírálva ezek a kérelmek. Rázza a fejét, András. Én ebben szkeptikus vagyok, különösen ami a NATO tagságot illeti. Ugye az Észak-Atlanti Szövetség pontosan a kollektív védelmi garanciára alapuló jellege miatt nem vesz föl olyan országot, aminek folyamatban lévő területi konfliktusa van. Ugye az Európai Unióba egy ilyen ország bekerült, ez volt Ciprus, de a NATO-ba soha senki. Ugye amikor a 2008 tavaszán a bukaresti NATO csúcson a szövetség egyébként erős amerikai nyomásra elfogadja azt a döntést, hogy ott szerepel a bukaresti csúcs záró nyilatkozatában, hogy Ukrajna és Grúzia a NATO tagja lesz. Határidő nem tartozik hozzá, de ott van a nyilatkozatban. Erre Oroszország már ott Bukarestben azzal reagál, hogy ezt Moszkva nem fogja tolerálni. És lám-lám néhány hónapon belül, 2008. augusztusában már háború van Grúziában, ami azt eredményezi, hogy Oroszország kiszakít két területet Grúzia területéből, ugye Abháziát és Dél-Oszétiát. Tehát ilyen értelemben egy olyan helyzetet állít elő, hogy Grúzia definíció szerint nem válhat a NATO tagjává, egészen addig, amíg le nem mond ezekről a területekről, tehát fegyveres konfliktusban elvesztett területekről lemondani, az politikailag egy nagyon nehéz és érzékeny kérdés, ezt ugye magyar történelemben is tudjuk. Tehát a grúz háború ilyen értelemben, ha ezt a tényleg agresszív és torz orosz gondolkodást elfogadjuk, tulajdonképpen egy preventív háború. Hiszen ezzel a háborúval elérték azt a célt, hogy Grúzia olyan területi konfliktusokat kapott, amiket önerőben nem tud megoldani, tehát nem lesz NATO tag. Ugyanez a logika felfedezhető volt a Krím-félsziget 2014. február-márciusi elfoglalása mögött is. Amint Ukrajnában hatalomra került egy olyan vezetés, amitől reálisan lehetett feltételezni, hogy a korábban engedelmes és kezelhető Janukovics helyett felgyorsítaná Ukrajna NATO tagságát, Moszkva azonnal lépett. És ma már tudjuk, egészen pontosan tudjuk, hogy a Krím-félsziget elfoglalásáról szóló döntés az kizárólag katonai motivációk mentén született. Még a külügyi motivációk sem voltak benne, 4 vagy 5 ember döntött el, kizárólag katonai szempontokat figyelembe véve, 2 ilyen szempont volt. Az egyik a Fekete-tengeri flotta állomásosztatásának folytatása, a másik pedig Ukrajna NATO tagságának megakadályozása. Tulajdonképpen ezt a célt is elérték. Jelenleg az a helyzet, hogy hiába nyújtja be Ukrajna formálisan a NATO csatlakozási kérelmét, tegyük hozzá, a washingtoni szerződés szerint nem így zajlik a csatlakozási folyamat, ezzel együtt is, hogy Ukrajnának jelen állás szerint, akár elfogadjuk, akár nem,
de van több olyan terület, akár elfogadjuk legitimnek, akár nem, van több olyan területi konfliktusa is, amely kizárja azt, hogy a szövetség tagja legyen. És bármilyen módon fejeződik be ez a háború, nagyon-nagyon valószínűtlen, hogy a Krím belátható időn belül visszakerüljön ukrán ellenőrzés alá. Másképp fogalmazva, ez a kizáró tényező, ez fel fog maradni. Tehát akkor az, hogy a következő kérdésem az lett volna, hogy ez egyébként NATO és EU szempontból közép és hosszú távon jó-e, vagy mi a következménye akár gazdaságilag annak, hogyha ez a két testület ilyen gyorsan és hirtelen növekszik, de akkor ezek szerint erre nincsen veszély. Az Európai Unió sem fog ilyen gyorsan növekedni, tehát ott más megfontolások is vannak az itt említett biztonságpolitikai megfontolásokon túl. Azok is számítanak egyébként az Európai Uniós tagságnál, természetesen. De ezen túl vannak azok a megfontolások is, hogy hát évtizedes tagjelölti státusszal rendelkező országok várnak bebocsátásra még mindig, akik nincsenek a közelében. És most nem Törökországra gondolok, hanem a Nyugat-Balkán jobban működő országaira. Észak-Macedóniának 2004 óta tagjelölt státuszban van. Nagyon valószínűtlen, hogy Ukrajna előbb kerülhetne a tagsághoz közel, mint a nyugat-balkáni államok, és azokat sem nagyon szeretné ebben a pillanatban az Európai Unió tagjai között tartani. Ennek ellenére a tagjelölti státusz viszont egyértelműen kijelöli azt a lehetőséget, ami eddig nem volt adott a keleti partnerség országainak. A keleti partnersége direkt arra hozta létre az Európai Unió, hogy legyen egy olyan zóna, aminek nem kell tagjelölti státuszt biztosítani, amíg nem lesz a csatlakozó országok része, ellenben folyamatosan közeledhet az Európai Unióhoz. Hát ebből most Moldovát és Ukrajnát kivették és megadták ezt a pálya lehetőséget, de ez évtizedes kérdés, nem néhány év kérdése. Még nem hangzott el, hogy teljes egyetértés szükséges minden új tag felvételéhez, és akkor azt láthatjuk, hogy éppen Magyarország és Törökország kvázi blokkolja Finnország és Svédország NATO csatlakozását, ami egészen elképesztő, tehát ez a két ország része a nyugati szövetségesi rendszernek, rendkívül erős haderővel és haditechnikával rendelkeznek, tehát abszolút megerősödne tőlük a NATO, és valamilyen oknál fogva a magyar parlament az erről szóló szavazást még nem vett a napirendre, és a törökök sem szavazták még meg őket. Tehát ez két problémamentes csatlakozó ország, amivel a szövetség nyilvánvalóan erősebb lesz, és akkor nyilván hát azok az országok, amik jóval nagyobb kihívást jelentenek mind a két szövetségnek, tehát akár az EU-nak, akár a NATO-nak, itt a teljes egyetértést azt még nehezebb lesz összehozni. A háború kezdete óta körülbelül 6 millió ember, az ismert adatok szerint legalábbis körülbelül 6 millió ember jött el Ukrajnából, menekült el Ukrajnából, és ugye az elmúlt hetekben csak a mozgósítások miatt egy ilyen 700 ezres számot lehet hallani, akik Oroszországot elhagyták. Ugye Ukrajnából főleg nők és gyerekek, Oroszországból főleg férfiak jöttek el. Mi lesz ezekkel az emberekkel? Önök szerint vissza fognak térni várhatóan Ukrajnából, illetve Oroszországba, illetve milyen demográfiai változások várhatóak mindezen folyamatok következtében? Hát csak egy nagyon rövidet, és hagyom nektek kifejteni, mert ez szerintem nagyon nagy mértékben attól függ, hogy meddig tart a katonai konfliktus. Minél hosszabb ideig tart egy háború, annál kisebb a valószínűsége, hogy viszonylag távolra távozó honfitársak gyorsan visszaköltöznének. Egy rövid lejáratú katonai konfliktus után könnyen elképzelhető, hogy nagyon nagy hányadban visszatérnek. Ahogy beleintegrálódnak a befogadó közegükbe, és éveket, adott esetben akár egy évtizedet ott eltöltenek, annál kisebb arányban fognak hazatérni. De a számokban mit jelent, arra nem mernék vállalkozni. Dóra? Itt szerintem különbséget kell tenni az oroszok és az ukránok között. Éppen hétfőn egy Corvinus-os hallgatóval beszélgettem, egy orosz 20 éves férfi, és nagyon rosszul viselni nyilván a háborút. Hát ő azt mondta, hogy amíg Putyin van, ő soha nem akar visszatérni, és nagyjából az orosz hallgatóimtól ezt hallom. És ott
a fiatal képzett lakosság elvándorlása az a rendszertől való egyfajta menekülés. Tehát ők szerintem kevésbé valószínű, hogy hazatérnek, mint azok az ukrán nők és gyerekek, akiknek a apa, a férj ott maradt harcolni Ukrajnába, és Ukrajna egy nyugati gyámság alatt álló, újjáépülő ország lesz a háború után, vagy legalábbis egy része, és reméljük. Oda azért van perspektíva hazatérni, a putyini Oroszországban szerintem nincs, és egyre kevésbé van perspektíva hazatérni, úgyhogy szerintem a kettőt érdemes elválasztani. És olyan értelemben is érdemes elválasztani, hogy ugye a sorozás elől, vagy mozgósítás elől elmenekülő orosz férfiak, ugye azzal, hogy kilépnek a határon, az orosz rendszer regisztrálja őket. Tehát ha bármikor visszajönnének, akkor erősen feltételezhető, hogy a mozgósítási listán hirtelen ugye előre vennék őket. Tehát ezeknek az orosz férfiaknak is ilyen 5-6-700 ezeres számok röpködnek, van ebben egy elég komoly bizonytalanság egyébként, hogy pontosan mennyi. Ezeknek számukra visszatérés addig, amíg legalábbis a mozgósítási rendelet érvényben van, és hát gyakorlatban valószínűleg ameddig a Putyin rezsim fönnáll, addig ez nagyon-nagyon kockázatos. Hiszen egyébként a sorozás elől kitérni vagy elmenekülni, az hát legalábbis szabálysértés, de hogy az orosz jogrendszer ez a tényállás, ez tud rugalmas lenni. Úgyhogy én arra számítok, hogy azok az orosz férfiak, akik elmenekültek a mozgósítás elől, előbb-utóbb meg fogják próbálni a családegyesítést. Tehát, hogy a közeli rokonaikat, szeretteiket, feleséget, gyereket, édesanyját megpróbálják kihozni magukhoz. Tehát ez a, mondjuk számoljunk a 700 ezerre, tényleg a Tamás által mondott számmal, hogy ez a 700 ezer, ez várhatóan nőni fog a sokszorosára, ahogy a távozott férfiak megpróbálják a saját családjukat is kihozni Oroszországból. Meglátjuk, hogy a rezsimben van elég elszántság, illetőleg, hát nevezzük nevén gonoszság, hogy ezeknek az embereknek, ezeknek a családtagoknak a kiutazását megpróbálja akadályozni. Gazdasági érvek egyébként szólnának emellett, de erre még nincs elég tapasztalat, túlságosan friss ez az egész dolog. Hát ne felejtsük, hogy a szeptember 21-e jelentették be a mozgósítást. Október 14-e van, 3 hét, egyszer nincs elég adatunk, hogy pontosan tudjuk, hogy mi fog történni. Minden esetre ez az exódusz, 3 hét alatt 700 ezer ember, ez egészen példátlan. És ugye képzett, katonakorú férfi lakosság, az látszik, hogy az orosz társadalom és gazdaság minden szektorában ez óriási károkat okoz. Mert hirtelen ennyi ember kiesik a gazdaságból. És ez hozzájön, ez a 700 ezer ember, ahhoz a kb. 3-400 ezerhez, aki február óta menekült el. Tehát Oroszország 8 hónap alatt nagyon konzervatív becslések szerint is 1 millió aktív korú lakost vesztett. Ez egészen példátlan egy olyan országban, ami formálisan nem áll háborúban, és nem sújtja természeti katasztrófa. Tehát nem az van, mint Haiti, ahol ugye a természeti katasztrófa leromboltak mindent, és muszáj volt eljönni, ezt az orosz rezsim saját maga csinálja. És ez az elképesztő elvándorlás, ez problémákat okoz az oktatásban, a gazdaságban, a szolgáltató szektorban, mindenhol. Ugye az orosz kormány tegnap vagy ma ígérte meg éppen, hogy jó, akkor a tanárokat mégsem viszik el, hogy legalább a közoktatás ne omoljon össze. De ugye ez is eső után köpönyeg. Tehát szépen mutatja, hogy mennyire nem volt átgondolva az egész mozgósítási terv. Úgyhogy röviden összefoglalva, Oroszország számára demográfiai szempontból ez katasztrófa. Hatalma maradhat Putyin anélkül, hogy megnyerni a háborút? Persze, abszolút. Tehát ugye mi az, hogy megnyerjük egy háborút? Tehát ezt tudom, hogy magyarként furcsa hangzik, de higgyük-e, hogy nem tudjuk elképzelni azt, hogy az orosz propaganda az mennyire erős? Tehát az, amit mi itthon tapasztalunk, az a kanyarban nincs ahhoz képest, amit az orosz belföldi propaganda apparátus generálni képes. Az egy sokkal sokrétűbb, plurálisabb, ha úgy tetszik, okosabb propaganda rendszer. Tényleg komplett különálló univerzumot tud felépíteni. Tehát Putyin a saját közönsége számára gyakorlatilag valószínűleg bármit el tud adni háborús győzelemként. Egyrészt. Másrészt a győzelem és a vereség az szerintem nem egy bináris kategória. Tehát nyugodtan elképzelhető, hogy jön a helyzet, hogy visszatér a konfliktus ahhoz a 2015 és 22 közötti állapothoz, amikor Kelet-Ukrajnában egy alapvetően befagyott frontvonal mentén egy alacsony intenzitású fegyveres konfliktus zajlott. Béke volt? Nem. Háború volt? Hát a Lawrence Friedman nevű amerikai hadtudós politológus, ő nevezte ezt korlátozott háborúnak, ami ilyen furcsa állapot volt, mert az orosz-ukrán határ egy részén háború volt, ott ugye a Donbasszi frontvonal mentén,
de a határ többi részén meg alapvetően normális élet zajlott. Egy ilyen alacsony intenzitású konfliktushoz valamilyen frontvonal mentén teljesen elképzelhető visszatérés, és ezt Putyin, ha minimális területi nyereséget is magáénak tudhat, akkor már otthon valószínűleg el fogja tudni adni győzelemként. Tehát azt gondolom, hogy ez alapvetően nem a fronton dől el, hanem inkább azt fogja ez meghatározni, egyrészt nyilván az ő egészségi állapota, ez egy faktor azért egy 70 éves ember esetében, de hogy alapvetően nem a front eseményei fogják meghatározni, hanem az, hogy az orosz elit hogyan reagál, nem csak a front eseményeire, hanem a gazdasági, politikai, társadalmi és minden egyéb változásra. Ez egy sokkal több tényezős dolog, mint szimplán a katonai győzelem vagy vereség. Ehhez nincs őt hozzátenni. Okay. Bocs. Nem. Én most megnyitnám a kérdezési lehetőséget a közönség számára, és egyben kérném a kollégáimat, igen, látok több kezet is, csak hogy a mikrofont adják először akkor itt a Szakállas úrnak a sor elején, és látom a többieket is. Annyit kérek, hogy röviden kérdezzenek, mert nincs olyan sok. Három olyan kérdése van, ahol, amire még sehol soha nem is gondoltak. Az első az, hogy ott van a Kaliningrád területe. Én a német tévét figyelem, még fel sem merült, még szóban sem arról, hogy ilyen alapon, hogy az oroszok mit követelnek vissza, ők is visszaköveteljék Kaliningrádot, és a németek nem is fogják. De el tudom képzelni azt, hogy a területen magán az emberek olyan elégedetlenek lesznek, az élet színvonal, ezt akarom kérdezni majd, ez az egyik. A másik, hogy a Kuril-szigeteket a japánok állandóan követelik maguknak, és nincs is béke. Most viszonylag nagyon messze van ott egy ütőképes orosz hadsereg, tehát a japánok akár gondolhatnának arra, hogy a Kuril-szigeteket visszakapják. A harmadik, amit mondani akartam, hogy a Németországban és Nyugat-Európában kiment több millió hölgy a gyerekével vagy gyereke nélkül, tehát elmenekültek, és most elment több százezer katonakorú, a Putinnal nem egyetértő férfi. Egy vallásúak, egy nyelvűek. Ezek egymásra találhatnak gyakran, mert nem mindenkinek él otthon már a férje, tehát meghalhatott, meg feledésbe merül előbb-utóbb az, hogy otthon várnak engem, mind a két részről. A harmadik pedig, hogy Németország nem képes további családokat befogadni, a most érkezőkkel is már komoly gondja van, napi problémáik vannak, most, hogyha ezek még ki is akarják hozni a szeretteiket, már az oroszokra gondolok, akkor ez komoly gondot jelentett. Köszönöm. Megpróbálom röviden. Igen. Kaliningrád kapcsán nem hiszem, hogy Moszkvában tartanának attól, hogy Kaliningrád megpróbálna elszakadni, vagy valaki megpróbálna elfoglalni Kaliningrádot. Ugye Kaliningrád gyakorlatilag egy erőd. Tehát az orosz nyugati katonai körzet terület arányosan messze legjobban megerődített, messze legjobban védett része. Nukleáris fegyverek vannak ott. Tehát ez tényleg egy ilyen, tényleg az erődre a jó szó. Nem hiszem, hogy bárki ezt megpróbálná, és helyi szintű szeparatizmus pedig eddig sem volt, és ráadásul Oroszországnak arra mindig lesz képessége, hogy egy ennyire kulcsfontosságú területet biztosítsa, hogy ne szakadjon el. Ami a Kuril-szigeteket illeti, én nem vagyok japán szakértő, tehát orosz oldalról látom ezt. Nagyon valószínűtlennek tűnik, hogy Japán pont ezt a pillanatot választaná arra, hogy itt felmelegítse azt a területi konfliktust, ami azt eredményezné, hogy megtörik a nyugat egysége. Arról nem beszél, hogy Kuril-szigetek visszaszerzése, az megint egy olyan dolog, ami az eleve magas feszültséget még tovább növelné. Nem nagyon hiszem, hogy a japán vezetés ilyesmit gondolkodna, egyébként teljesen idegen a modern japán politikai kultúrától is. A harmadik kérdésre nem tudok választ, ez nincs elég adatunk. Köszönöm. Valaki még szeretne erre reagálni? Vagy ha nem, akkor jöhet a következő kérdés. Ott a kockás sálban az úriember szürke pólóba. A délszláv háború megmutatta nekünk azt, hogy a háborús felektől függetlenül a katonák mindkét oldalon elkövetnek háborús bűnöket. A kérdésem az lenne, hogy elképzelhető egy olyan szenárió, ahol a háború végén mind az ukrán, mind pedig az orosz
olyan személyeket, vezetőiket, akik háborús bűnöket követtek el, Hágában bíróság elé állítanak? Hát amennyiben tudomással bír a hágai törvényszék ilyen esetekről, és erről megbízható információk vannak, akkor ez így fog történni. Hogy így fog történni, vagy nem, azt mondja, nem tudom, mert hogy nem, nincsenek ilyen információink ebben a pillanatban. Egyet szeretnék hozzátenni, mert ezt elfelejtettem mondani az előadásomban, pedig fontos. Amikor a háború a hadviselés jogáról és ennek igazságosságáról beszéltem, ott volt ugye egy fontos kritérium, a legitim katonai célpont kiválasztása. Ezt Ukrajna már megsértette. Akármennyire nem szeretjük Alekszandr Dugin személyét, és akármennyire felelősnek tartjuk az orosz politikai gondolkodás birodalmi felvirágoztatásáért, nem számít legitim katonai célpontnak semmilyen nemzetközi jogi norma vagy etikai norma szerint. Ettől még ez nem számít háborús bűnnek ebben a formájában. Nem hiszem, hogy ezért bárki Hágába citálnának, de ezt is el kell hozzámondani. És még hozzátennék annyit, hogy ahhoz, hogy valaki Hágába kerüljön, ahhoz ugye alapvetően szükséges, hogy a saját nemzeti hatósága őt elfogja és kiadja. Vagy valami olyan elkövesse azt a hibát, hogy olyan helyre megy, ahol őt elfogják és kiadják. Ugye Oroszországnak sok évtizedes rutinja van abban, bőven a szovjet időszakra visszamenő rutin, hogy a mocskosabbnál mocskosabb dolgot elkövető orosz állami alkalmazottakat, legyen az hadsereg, titkosszolgált, bármi ilyesmi, utána életük végéig védi, és gondoskodik arra, hogy ne történhessen velük probléma. Néha ez a trollkodás határát súrolja, tehát például akik a Litvinenko gyilkosságot csinálták, ott egyikükből parlamenti képviselő lett egészen konkrétan, tehát Oroszország ennek a figurának, azzal, hogy ebből a figurából képviselőt csinált, gyakorlatilag fityész mutatott a nyugatnak, hogy na, akkor tessék, innentől vonjátok felelősségre. Na most azok, akik az ukrajnai háborús bűnöket elkövették, jelentős részük valószínűleg ismert lesz a háború után, meg én azért a nyugati hírszerzési támogatást nem becsülném alá ilyen szempontból. Tehát rengeteg információ van. Az, hogy ebből mikor lesz actionable intelligence, akár háborús bűnök keresése kapcsán, ez szerintem időkérdése. Tehát tudni fogunk nagyon sok nevet. Ugye klasszikust idézve, neveket akarok hallani. De ugye azt, hogy ez operacionalizálódjon olyan szintre, hogy az orosz állam majd kiadja mondjuk a saját katonai parancsnokait Hágának, hát ezt nem igazán látom. Köszönjük. Köszönöm. Következő kérdés itt az első sorban a fekete baseball sapkás úriember. Dírer Miklósnak hívnak. Az első, csak egy rövid megjegyzés, a Tamás által felsorolt kritériumok alapján valószínűleg a történelemben soha az életben nem volt még igazságos háború, mert ez azért ezek a nagyon elméleti és nagyon, nagyon rokonszenves kritériumok, de hát ezeket egy háború körülmények között betartani, még az indulásnál talán el lehet képzelni, de magán a háború folyamán nem. Amit viszont kérdezni szeretnék, ugye, Ukrajna meglepő ellenállását nem egyszerűen csak az orosz agresszió utáni nyugati támogatás okozta, hanem már előzőleg is nagyon komoly logisztikai, katonai támogatásban részesítette a nyugat Ukrajnát 14 óta, ugye a Krím elfoglalása óta. Na most ez a támogatás ugye többszörösére növekedett, és nagyon, nagyon erős, és nagyon mennyiségileg is, és minőségileg is nagyon nagyjá alakult. Ugyanakkor, tehát ez magyarázza a hosszon tartó ellenállási képességét Ukrajnának. Ugyanakkor a támogatásnak az anyagi terhei, illetőleg a szankciókkal kapcsolatos, illetve a háborúval kapcsolatos nyugati terhek mennyiben befolyásolják a további és hosszú távú támogatottságát ennek az egész akciónak. Gondolok innen a sokszor emlegetett war fatigue-re, a háborús fáradtságra. Mennyiben gondolják azt, hogy ez egy tényező lehet a továbbiakban, és a nyugat hozzáállását, nem a politikusokét, hanem a társadalomnak a kifáradását mennyiben befolyásolja majd a továbbiakban.
ettől? Ettől már a háború eleje óta nagyon sokan félnek, tehát úgy gondolták, és igazából Putyin számít erre a leginkább, tehát Putyinnak ez a stratégiája, hogy majd a nyugat úgyis elfárad. Az előadásomban is emlegettem, hogy eléggé lenézi a nyugati világot, de igazából nem látjuk ennek jeleit. A közvéleménykutatások alapján az Egyesült Államokban és Németországban is 70% fölötti Ukrajna támogatása, és a kérdést most már szándékosan úgy teszik fel, hogy abban az esetben is, hogyha ez magas energia árakkal jár, és abban az esetben is. Azok a szakértők, akik ezzel mélyebben foglalkoznak, azt mondják, hogy ennek a támogatásnak a fennmaradásában nagy szerepet játszanak a háborús sikerek. Tehát igazából akkor van háborús fáradtság, hogyha teljesen beáll, és nem történik semmi. Na most ehhez képest folyamatosan történnek események, és azért is volt nagyon fontos, hogy északkeleten Ukrajna áttört, mert hogy ezt egy óriási sikerként élte meg a nyugati közvélemény. És András beszélt az előadásában arról, hogy ugye egy 21. században élünk, és a közösségi médián percről percre követhető a háború, és én magam is ezzel kelek és ezzel fekszem, és minden nyelven, rengeteg országból egy ilyen, tényleg egy nyugati közösség formálódik abból, hogy figyeli a háborút és drukkol az ukránoknak, és a sikere fenntartja a támogatást. Úgyhogy azt gondolom, hogy jelenleg ez még nem veszély, ez akkor lehet veszély, hogyha ha befagy a konfliktus, és vagy esetleg, ugye, és megint csak erre számít Putyin, hogy politikai változások történnek nyugaton. Olaszországban úgy tűnik, hogy ez a számítása nem jött be, Amerikában félidős választások jönnek, de az elnökválasztás még csak 2 év múlva van, úgyhogy valószínűleg ebben is tévedni fog, remélhetőleg. És ugye, ha konkrét számokat nézzük, akkor ugye 2 nappal ezelőtt volt a 6. Rammsteini találkozó, ez nem a zenekar, hanem ez a Rammstein formátum, ezt az Egyesült Államok hívta életre, még a háború elején. A Rammsteini formátumban ülnek össze azok a nyugati, és egyébként nem csak nyugati országok, akik készek és hajlandók Ukrajnát katonailag is támogatni. Japán is ott van például, meg sok másik ország. És amikor, ha megnézzük a 6 egymás követő Rammsteini találkozón hozott döntéseket, az látszik, hogy a nyugat nem elfárad éppen, hanem folyamatosan növeli a támogatást diverzitásban is, és volumenben is. Tehát egyre többféle eszközből adunk egyre több mindent. Az, hogy ezt miért nem a háború legelején adtuk, ennek politikai okai is voltak, és nagyon komoly logisztikai okai is. Tehát a német közvéleményben ez egy hónapok óta tartó vita, hogy Németország adjon-e Leopárd harckocsikat. Ez nyilván egy politikai döntés is, és hiába van új kormány, azért az a kép, hogy német harckocsik vágtatnak a kelet-európai sztyeppéken, ez azért még mindig érzékeny. De a politikai érzékenység mellett egyébként a különösen nehéz fegyverzet átadásánál nagyon komoly logisztikai megkötések is vannak. Tehát amíg egy várról indítható rakétát át lehet úgy adni, hogy a kezelőt egy 2-3 hetes tanfolyamon ki lehet képezni, megkapja a rakétát és menjen sok sikert, addig egy nehéz fegyver átadása több hónapos előkészítést igényel. Tehát ezért is van ez, hogy viszonylag lassúak a fegyverzet átadások, de a trend az teljesen egyértelmű. Elfáradás helyett pont az ellenkezője látszik. És tényleg nagyon fontos, amit Dóra mondott, hogy van értelme investálni ebbe a dologba. Tehát láthatóan nem veszett ügy. Ha a háború legelső napjaira emlékszünk, akkor azért tudnánk mondani néhány olyan európai országot, ami eleinte vonakodott elköteleződni Ukrajna mellett az első 72-96 órában, mert nem volt egyértelmű, hogy mi a vége. De miután látszik, hogy Ukrajna 8 hónapja harcol, és nem csak ellenáll, hanem tulajdonképpen győzni is tud. Tehát ha megnézzük, hogy Oroszország a háború első napjában mekkora területeket uralt, ehhez képest most annektált 4 megyének néhány darabját. Tehát az látszik, hogy ezt a dolgot lehetséges, hogy meg lehet nyerni. És amíg ez megvan, és nem befagy a konfliktus, hanem megy előre az ukrán haderő, hol gyorsabban, hol lassabban, addig szerintem ez a támogatás ki fog tartani, és még egy ok van ide. Én nem vagyok közgazdász, nyilván a közgazdász kollégák ezt pontosabban meg tudják fogalmazni. Van ennek egy adminisztratív, bürokratikus és politikai tehetetlensége is. Már benne vagyunk. Tehát már rengeteget investáltunk ebbe, innentől nagyon furcsa lenne, hogyha hagynánk a saját befektetésünket veszni, hogyha ezt a nagyon, nagyon cinikus logikát használnám. Azt gondolom, hogy minden ilyen faktor számít, nem tartok attól, hogy belefáradna a nyugat. Két apróságot hadd tegyek hozzá, nem fogom húzni az időt, megígérem.
Az egyik az az, hogy ha visszaemlékezünk a háború legelejére, nem csak arról volt, hogy bizonytalan volt, tehát a nyugati hírszerzési konszenzus az maximum 3 hétben jelölte meg az ukrán hadsereg ellenálló képességét, optimális esetben. Így van. Ezt hajlamosak vagyunk elfelejteni, mert úgy néz ki, mintha mindenki arra számított volna, hogy Ukrajna majd hihetetlenül ellenáll. Szinte senki nem számított erre. Az igazságos háború kérdéséhez Dérem Miklósnak igaza van abban, hogy a második csoport, tehát a hadviselés igazságosságának, a kritériumának modern háborúban nem nagyon tudnak megfelelni. Senki. De az első csoport kritériumainak, tehát a hadba lépés igazságossága, minden honvédő háború ilyen értelemben igazságos háború, és ez teljesen világos. Ezt mindenki szokta tudni egyébként, hogy ezt lehet igazságossági alapon mérlegelni, lehet etikai kijelentést tenni arról, hogy igazságos egy honvédő háború, és általában az a válasz, hogy igen. Köszönöm szépen a válaszokat, és sajnos ennyi fér bele a ma esténkbe. Látom, hogy lennének még kérdések, de sajnos végére értünk a mai előadás időnknek. Úgyhogy köszönöm szépen az előadásokat Rácz Andrásnak, Györfi Dórának és Meszerics Tamásnak is a beszélgetés. Noha, mint ahogy Dóra mondta, valószínűleg mindannyian ezzel a témával kelünk, és ezzel fekszünk, és követjük a híreket, de nagyon sok érdekes plusz dolgot és újdonságot tudtunk meg előadóinktól. Én szeretném megragadni az alkalmat, hogy több olyan arcot látok itt, akik kezdetek óta, ami lassan már 4 év követik ezt a sorozatot, és hűségesen részt vesznek és néznek minket. Én, mint moderátor szeretnék elköszönni, én lassan most már 4 éve stoppolom ezt a szerepet és a színpadot, úgyhogy a sorozat folytatódik, de kollégáim veszik át tőlem a moderálását a Határtalan Tudás sorozatnak, úgyhogy mindenkit arra biztatnék, hogy továbbra is a havonta jelentkező eseményre jöjjenek személyesen, illetve kövessenek minket a Telex közvetítésén keresztül. A következő előadás november 25-én este 6-kor várható. Úgyhogy további szép estét kívánok mindenkinek, és köszönöm az előadóknak még egyszer. Még köszönöm.